Immár 10 éve áll a Székesfehérvári Felsőoktatás Szolgálatában az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara. Az alkalomból ünnepi szimpóziumot tartottak a Merkur Székesfehérvár Magyar Király Hotelben csütörtök délután, ahol olyan előadások várták a közönséget, amelyek bemutatták a műszaki kar fejlődés történetét, múltját és jelenét, valamint számot vetettek a jövőbeni lehetőségekről. Az ünnepi alkalom nyitányaként először Cselparkovics András, Székesfehérvár polgármestere mondott köszöntő beszédet, amelyben üdvözölte, hogy az egyetem annak idején úgy döntött, hogy önálló karként üzemelteti a székesfehérvári képzési helyet. Ez azt is mutatta, hogy az a cél, hogy fejlődjön az egyetem itt Fehérváron, és hát az 10 év az azt bizonyított, hogy ez egy jó döntés volt, és sokat fejlődött is hallgatói létszámban, szakmai portfólióban, tudományos háttérben, egyáltalán a tudományos akadémiai munkát végző szakemberek számába, a hagyományos duális és levelező képzések tekintetében egyaránt. A duális képzés egyik letéteményese és együttműködő partnere a Kindrill Hungary Kft., mely lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy már tanulmányaik alatt is gyakorlati képzésben vehessenek részt. 2016 óta folytatunk felsőfokú duális képzést, illetve 2022 óta a Kindrill Ipari Tanszéken segítjük az egyetem munkáját. Én azt gondolom, hogy a duális képzésben résztvevő diákoknak, illetve az egyetemnek, valamint a kinnek is nagyon fontos az, hogy az üzleti életet egy kicsit az akadémiai élethez közelebb hozzuk, és olyan hallgatók jöjjenek ki a felsőoktatásból, akiknek a tudása versenyképes, és akár azonnal másnap kamatoztatható a tudás. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora beszédében örömét fejezte ki, hogy annak idején mindenki mert nagyot álmodni, valamint kiemelte a folyamatos fejlődés fontosságát. Egy nagyon erős ipari bázis alakult az egyetem környékén, vagy pontosan az egyetem maga tudott beépülni és meghonosítani különböző lehetőségeket az ipari szegmensben. És harmadrészt, nem utolsó sorban, időközben pedig az Alba Régia műszaki kar immáron a gazdasági képzésekkel is kiegészülve, pont ezen a héten döntötte el az egyetemnek a szenátusa előterjesztésemre, illetve dékán úrral egyeztetés alapján, hogy már nem Alba Régia műszaki karként fogjuk hívni, hanem Alba Régia karként fogjuk hívni. Az Óbudai Egyetem rektora hozzátette, hogy ez azért is volt kézenfekvő, mivel a műszaki képzés mellett nem elfelejtve a geoinformatikát, ami az agrárképzéshez tartozik, valamint a gazdasági képzésnek is köszönhetően immár egy szélesebb portfólióról lehet beszélni.